Na jó, kicsit újítsunk! Sziasztok! Ebben a videóban jó sok minden lesz, úgyhogy kezdjük az elején. Mivel ez egy ilyen lazább videó, és gondoltam változtassunk egy icipicit, ezért most itt vagyok a nagy könyvtárnál, amit a Bookshelf Tour videómban láthattatok egy pillanatra. Ezzel nem is akarok úgy átrohanni, mert tényleg jó hosszú ideig tartana, de amit mondjuk észre tudtok venni, kapásból az a Harry Potter. Sok minden van, amiről szeretnék beszélni ma, úgyhogy vágjunk is bele minél hamarabb. Kezdjük először a nyereménnyel. Ugye van az a nyereményjáték, amit a Feleség Szerdára című könyv videójában kezdtem el mondani, ami úgy nézne ki, hogy egy ilyen zsákbombos könyv lenne, válaszok egy könyvet a könyvfesztiválon, és valaki ezt menjen, és elküldöm neki postán. A probléma csak az, hogy nem biztos, hogy olyan könyvet kaptok, amit szeretnétek. Jó, a zsákbombacskánál se tuti, mert ott is bármilyet kaphattok, de nem szeretném, hogy olyan könyvet kapjatok, amit nem akartok. Ezért kitaláltam azt, hogy 3 könyvet teszek ki majd a hét folyamán valamikor Facebookra, és ezek a 3 könyv közül fogom az egyiket majd kiválasztani könyvfesztiválon, és azt fogom megvenni. Hogyha valaki szeretné a 3 könyv közül az egyiket megnyerni, vagy mind a 3 könyv tetszik neki, akkor majd a Facebook posztot azt lájkolja, és én azt úgy veszem, hogy szeretnétek részt venni ebbe a játékba. És amikor majd vége a könyvfesztiválnak, akkor majd megnézem, hogy kik voltak, akik lájkolták a bejegyzést, és így találomra majd húzunk egy nevet, egy pohárból, majd az is mindjárt jön. Úgyhogy ez így néz neki. 2. A könyvfesztivál. Szerintem, akik szoktak nézni youtubereket, azok már értesültek róla, de én is mondom, hogy ott leszek az áprilisi könyvfesztiválon, ami 20-ától 23-áig tart, és egy találkozó keretein belül találkozhattok velem, Andival, az Inside My Head-ről, Levivel és Patrikkal. Majd linkeket hagyok lent, hogy el tudjátok érni az ő csatornáikat is, de szerintem már őket ismeritek. Vasárnap lesz az az esemény, ahol majd mi 4-en így összeülünk és beszélgetünk a könyvfesztiválról, milyen könyveket vettünk, meg mi tetszett, hogy mi nem tetszett nekünk a könyvfesztiválon. És ha van kedvetek, akkor ti is csatlakozhattok ehhez az interaktív, élő találkozóhoz. Igen, végülis ez egy YouTube találkozó. Ugye nincsen benne a könyvfesztivál programjában, ezt mi 4-en szervezzük, úgyhogy ezt ne próbáljátok meg így keresni semmilyen leírásban, vagy valami ilyesmiben. Én minden esetre már alig várom, és már fejbe folyamatosan rangsorolom a könyveket, hogy ezt megveszünk, de ezt nem, de kéne, de ez se, de ezt. És szerintem nem tudom, így most ott járok, hogy 5 könyvet veszek max. Aztán, hogy ebből mi lesz. Szóval akkor volt nyereményjáték, könyvfesztivál, és most jöjjön akkor egy ilyen kérdezfeletek, vagy nem is tudom. Ti kérdeztetek, én pedig már próbálok válaszolni. Ez úgy néz neki, hogy van itt ez a szép ananászos poharam. Ugye tettetek fel múlt héten kérdéseket nekem Facebookon, privát üzenetben, Mojón, itt ott, tamot, és ezeket összeszedtem, és ebből szeretnék megválaszolni egy párat. Nem olyan sok, de nem akarok sokat sem, mert akkor nagyon hosszú lesz ez a videó, és szerintem annak ti sem örülnétek. Úgyhogy mondjuk azt, hogy 5 plusz 1-et megválaszolok, és aztán majd kiderül, hogy melyik. Egyiket csak gondoltam át, leírtam őket egy lapra, és majd most itt improvizálva megmondom a válaszokat. Van valami viszont, amit szeretnéd nektek elmondani így kérés nélkül, ez pedig az, hogy miért hívnak Hiasznak. Mert eléggé kimondhatatlan a nevem, és kicsit megjegyezhetetlen, úgyhogy szerintem magyarázattal tartozok nektek. Ez úgy indult, hogy van egy történet, egy könyv, ahol van egy szereplő, akit Héliának hívnak. És a barátnőim szerint én teljesen olyan vagyok, mint az a Hélia, és régebben elkezdtek úgy hívni, hogy Hélia. Úgymond ez lett a becenevem, mint az Anna Máriának az Anna, vagy a Marika. Bár ez nem tudom, hogy jön össze, de jó, igen, az a lényeg, hogy ez lett a becenevem. És egy idő után már az olyan hosszú lett, hogy Hélia, olyan hosszú lett, hogy ezt így lerövidítettük, hogy Hiasz. És ez így megmaradt a mai napig, hogy Hiasz. Úgyhogy valójában ezért a nevem a Héliából eredően. Úgyhogy ha valaki nem tudja kimondani, hogy Hiasz, az először gondoljon arra, hogy Hélia, és akkor Hiasz. Okay, ezt nem bonyolítsuk, mert már én is beletörik itt a nyelvem, mielőtt bármire is válaszolnék, de igen, ezért hívnak Hiasznak. És akkor kezdjük a nagy kérdésért, ami nem lesz olyan nagy. Szóval
első kérdés. Volt-e olyan könyv, amiután másképp gondolkoztál? Igen, volt. Volt, több is. Először eszembe jutott a J. Usher féle 13 okon volt, ugye, amiből most csinált a Netflix egy sorozatot. Igen, hát miután elolvastam azt a könyvet, egy kicsit átgondoltam az életet. A másik könyv, miután nagyon gondolkoztam, a Sándor Alikó El Camino című könyve volt. És igen. Na jó, következő. Hány könyvet olvastál el eddig? Azt tudom, hogy tavaly 43 könyvig jutottam. Tavaly előtt csak 24-ig, de akkor kezdtem könyvmaj lenni. És igen. Akkor 24-43, de azelőtt is olvastam, plusz a kötelezők, plusz az azelőtti. Hát úgy azt mondom, hogy 100-150 megvan. Oké, következő, ugye ez volt a második kérdés, jön a harmadik kérdés. Melyik a kedvenc könyved? Hoppá. Igen, ezen gondolkoztam egy pillanatra, mikor ezt leírtam ezt a kérdést, és akkor se tudtam válaszolni rá, úgyhogy reméltem, hogy ezt nem húzom ki. Jó, akkor most a kedvenc könyvem szerintem nincs. Ha azt kell mondanom, hogy kedvenc könyv, akkor először is ez a Rómeó és Júlia. Utána viszont csak műfajba tudnám megmondani, hogy például Science Fictionben ez, akkor Young Adultban ez, New Adultban ez, nem tudom, lélektani regényben ez. Szóval nekem be kéne kategorizálnom, és a műfajokból tudnék egyet-egyet kiemelni, de így, hogy most azt mondjam, hogy kedvenc könyvem, az William Shakespeare, Rómeó és Júlia. Vagy esetleg még azt mondanám, hogy ami még eléri azt a kategóriát, hogy kedvenc könyv, az Mary Lou Legenda trilógia. Na jó, menjünk tovább, mert közben itt gondolkozok a kedvenc könyvben, és ez így nem jó, mert tényleg még mindig a Rómeó és Júlia. Legyen akkor egy alulról. Aj, na jó. Milyen könyvet írtál fel magadnak, amit el akarsz olvasni? Hogy milyen témájú, ez változó nálam, ugyanis attól függ, hogy milyen hangulatom van. Furcsa, mert én fordítva olvasok könyveket, hogyha például nagyon happy hangulatom van, akkor néha kell valamilyen tragikusabb történet, mert hogyha boldog vagyok és örülök és minden okés, akkor tudom, hogy elbírom viselni az ilyen szomorú történeteket is. Ha viszont nagyon mélabús hangulatom van, akkor kell valami cukormázos kis sztori, ami egy kicsit kiránt ebből, és megint mosolyog tőle. Szóval igen, elég érdekesen, de ilyen mérleget tartok. És hogy milyen témájú könyvek, van sci-fi, van young adult történet, akkor van new adult, meg nem is tudom, most krimivel próbálkozok, és thrillerrel. Ugyanis most fejeztem be a Zárt ajtó mögött című könyvet. Hát jó, majd arról beszélek. Szóval most olyan kategória van, hogy először is, amit mindenképp el akarok olvasni még a könyvfesztiválig, az a Minden-minden. A Leányrablás Budapesten. És igen, ez a kettő, amit a könyvfesztiválig jó lenne, ha el tudnék olvasni, de szerintem ebből csak egy lesz. És hogyha egy lehet, akkor most ezt akarom. Vagyunk következő kérdés. Te mit ajánlanál a fiataloknak, hogy megjöjjön a kedvük az olvasáshoz? Semmit. Ez furcsa lesz, de semmit. Ugyanis tapasztaltam azt, hogy az olvasásnak úgy magától kell jönnie. Hogyha most valaki azt mondja, hogy olvasd el, mert ez jó, ez nagyon király, és azért akarja elkezdeni, mert azt mondja mindenki, hogy nagyon jó, és egy kicsit erőltetettnek érzi a dolgot, akkor nem biztos, hogy meg fogja szeretni, mert olyan kategóriába fog ez neki esni, mint a kötelező olvasmányok, hogy ezt el kell olvasnod. Igazából én régebben nagyon nem szerettem olvasni. Szinte utáltam olvasni. De aztán jött egy történet, ami miatt mégis megszerettem az olvasást. Most, hogy a fiatalok olvasnak-e, vagy nem olvasnak, szíve joguk eldönteni, nem tudok könyvet ajánlani. Van egy testvérem, akire 3 éve próbálom rábeszélni, hogy olvasson el egy könyvet, fiatalabb, mint én. Nem fogja elolvasni, majd egyszer talán valamikor, mivel én tudom, hogy teljesen felesleges erőltetnem azt, hogy most ezt olvasd el, ezért nem is mondok senkinek semmit. Ha úgy érzi, hogy el szeretne valamit olvasni, akkor el fogja olvasni,
és én szívesen segítek neki, de tudom tapasztalatból, hogy nem jó dolog, amikor azt mondod, hogy de olvasd el, de szerintem olvasd el. Úgyhogy én így semmit nem mondanék azoknak, akik nem szeretnek olvasni, csak azt, hogy várjátok ki, mert nektek is lesz egy pillanat, amikor valaki valamit mond, ami miatt majd a kezedbe veszel egy könyvet, és akkor talán megszereted az olvasást. Nem muszáj megszeretned, nem lehet mindenkinek ugyanaz a hobbija. De hogyha megszereted, akkor én nagyon fogok neki örülni. És viszont ha már itt járunk, akkor a tesómtól kérem, nem akar könyvet olvasni? Na jó, hagyjuk. Jöhet a következő kérdés, azt már egy kicsit túlbonyolítottam. Na és akkor jöjjön az utolsó, hatodik kérdés. Fú, elég kicsit húztam ki, reméljük jó lesz. Hogyan szeretek olvasni, ülve vagy fekve? Általában reggel olvasok munka előtt és este lefekvés előtt, szóval az ágyba. Az ágyba kinyújtott lábakkal és kész. Ha viszont hétvégén van időm, akkor nem is tudom. Leülök valahova, valami kanapéra, és olvasok. Bár ülve nem nagyon szeretek olvasni, nem tudom miért, úgy olyan kényelmetlenül érzem, úgyhogy inkább feküdni szoktam. De valójában bárhol. Plusz még írtátok kérdésbe a digitális e-könyveket, e-papokat. Erről egy külön videót szeretnék csinálni, úgyhogy ezt a kérdést nem jutottam bele abba a kis pohárkába, de ezzel kapcsolatban is majd fogok egy videót készíteni hamarosan. Ennyi lettem volna már, remélem tetszett nektek a videó, és válaszoltam azért egy-két kérdésre, remélem jó volt. Kérlek, írjatok nekem kommentet, lájkoljátok a videót, hogyha tetszett, és tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy már ennyien követtek, és addig még mondani fogom egy párszor, de akkor találkozunk a könyvfesztiválon, hogyha van kedvetek. Én ott leszek, és Andi, Levi és Patrik is ott lesz, úgyhogy én már alig várom. Minden jót nektek, és jövök a Facebookon a nyereményjátékkal. Szóval legyen szép hetetek, én Hélsz voltam, és jövő héten újra találkozunk, és nem Hélia, csak Hélsz. Sziasztok!